Számottevően napos időjárást jósolnak a meteorológusok az előttünk álló napokra. Térségünkben a csípős, hűvös, -1-4 fokos hajnali értékeket, az elkövetkező napokban +3 és +6 fokos értékek váltják napközben. Csapadékra egyelőre nem kell majd számítanunk. Szerdán napközben akár a 10 fokos értéket is elérheti a hőmérőigányszála. Ami az előttünk álló éjszakát illeti, Vajdaság szerte felhős lehet felettünk az ég. Erős északnyugati szélmozgásra számíthatunk, többfelé havazhat is. A legalacsonyabb hőmérsékleti értékek 0 és -4 fok között alakulnak. Szombaton jobbára derült, napos, száraz időre számíthatunk. Az északi-északnyugati szelet helyenként élénk lögések kísérhetik, csapadék nem várható. A maximum értékek napközben 2 és 6 fok között tetőznek. Ami a hosszabb távú előrejelzést illeti, vasárnap is számottevően napsütéses idő várható, délutántól fátyol felhősödéssel. A hajnali erősebb fagyról napközben 3-4 fokig melegszik a levegő. Hétfőn és kedden is marad a derült, napos, kissé felhős időjárás térségünkben. A délnyugati-nyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legmelegebb órákban 5-6 fokos értékeket mutathatnak a hőmérők. Szerdán az előrejelzések szerint tovább emelkedik a hőmérséklet, várhatóan 9 fokos maximumok mellett fátyol felhőkkel tarkított, de többnyire napos időre lehet kilátás. A csapadék elkerüli vidékünket. Változékony időre van kilátás a régió országaiban szombaton. Legmagasabb hőmérsékleti értékre Esszék, Belgrád és Podgorica környékén lehet majd számítani 4-5 fokos értékek kíséretében, míg legalacsonyabb hőmérsékleti értéket -2 fok mellett a Szarajevó közelében élők mérhetnek. Havazásra Bukarest és Szófia közelében lehet majd számítani.